Amíg az egyik térfélen kispályán potyognak a gólok, a másikon a célbarúgás hódít. A food darts volt az egyik legnépszerűbb, a 10. Fehér Miklós emlékgálán Győrben. Kell figyelni arra, hogy csavarja meg a labdát, arra, hogy mikor kell alányulni, hol kell alányulni, és hogy milyen szögben van a labda. Miki emlékére itt minden a fociról szól, és persze az újszülöttekről. 10 év alatt 8 millió forint bevétellel tudták segíteni a győri koraszülött mentést a gálára érkezők. Fehér Miklós barátai ismét pályára léptek. A parlament ellen a 80-as évek győri bajnokcsapatának legendája, Hajszán Gyula ezzel a góllal járult hozzá a sikerhez. Azok a mozdulatok még megvannak, csak már nem mennek, mert olyan gyorsan megcsinálom, akkor egyből meghúzódok. Úgyhogy egy kicsit vissza kell venni a tempóból. Én azt hiszem, hogy a lényeg az, hogy jól érezzük magunkat, érezzük egymásnak a játékát, jó passzokkal, esetleg egy-két megoldással, szép finom megoldással szórakoztatni az itt lévő közönséget, nyerni. Az egész napos program során az öreg fiúk is pályára lépnek, így Győröt láthatja a közönség az Eto, a Vasas, a Videoton, a Honvéd és a Dunaszerdahely egykori kedvenceit.